a könyveinek mennyi a valóságtartalma? Van egyébként olyan, ami mondom megtörtént eseten alapul. Például a vérvonalat hoznám föl, ami a Móri bankrablásnak a a, a sztorián alapul annyiból, hogy az a kérdés izgatott, hogy miért tölnek meg nyolc embert ennyire értelmetlenül. És ennek akkor már nyilván krimi szemszögből lehet egy valamilyen indítékot kreálni, és a fölé fölépíteni egy történetet. Tehát általában minden történet leírható ám egyetlen egy mondatban. Ugye Woody allen tulajdonítják, hogy elolvasta a háború és békét oroszokról szól. És úgy szoktunk rajta mosolyogni, de tényleg oroszokról szól, mert alapvetően az orosz lelket próbálja meg, megmutatni. Köszöntöm nézőinket és hallgatóinkat a Budapesti Zsaruk Podcast mai adásában. Mai vendégem Réti László író. Üdvözöllek és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat is. Szia Laci, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat és hogy eljöttél. Be kell vallani, hogy azért mi földiek vagyunk, egy általános iskolába jártunk, én a 80-as évek elején végeztem be valami, szinte azóta én nem láttalak csak egyszer a, a tévében, de majd arra is kitérünk, úgyhogy örülök, hogy újra így összefutottunk magánemberként is egyben. Mondtam, hogy egy iskolába jártunk. Milyen volt a gyerekkorod, hogy emlékszel vissza? Hú, de messziről futunk ennek neki gyerekkor. Hát szerintem jó gyerekkorom volt, ott azért még azt csináltuk, hogy olvastunk, és egyébként meg nyáron addig fociztunk, rúgtuk a bőrt, ameddig láttuk. Tehát amikor már nagyon elszürkült az ég, és mert tényleg a fehér foci se látszott, akkor mentünk be, úgy nagyjából erre emlékszem. Bandák természetesen lövöldöztük a nyilakat a villanyvezetékre, tehát úgy mindent, amit Illik, és nem szabad, azt végigjátszottunk abban az időszakban. Bevallom őszintén, hétvégén otthon voltam, és uh, utána informálódtam egy kicsit édesanyádéknál, uh, nagyon büszkén, és uh, uh, Nyilatkozott róla, tehát nagyon dicsért, hogy milyen rendes srác voltál, pedig próbáltam kihúzni belőle egy kis csintevést, amit majd itt esetleg a műsorban a nézőknek és a hallgatóknak is elmondhatunk, esetleg egy kis kuriózumként, de, de nagyon büszkén nyilatkozott rólad, hogy nagyon okos, nagyon jó tanuló voltál. Na, ilyen az, amikor az anyja félre ismeri az embert, ezt kell, hogy mondjam. Nem, én inkább azt mondom, hogy nem balhéim voltak, Hát a büntetőjognál maradva én inkább a felbújtó szerep körében voltam mindig, majd aztán ránéztem az eredményre, hogy mit okoztak a többiek. De nem, nem, nem tudok olyanokról beszámolni, hogy rendőrség bevitt volna. Jó, öcsémnek egyszer eltörtem a kulcsontját, de hát ez minden jó családban előfordul. Körülbelül ez volt az összes. Én egyébként tanultam inkább, tehát most azt lehetne mondani, hogy ez a majdnem a stréberségig jó tanuló voltam, tehát a nyolc általánosban nekem egyetlen négyesen se volt. Aztán a gimibe akkor egy kicsit kitomboltam magam. Ez volt Manaran, ugye? József így Attila Így van, így van, nem mentem messzire, tehát azért az megfizethetetlen, hogy reggeli keléstől számítva a buszozásra hogy 20 perc múlva megy az ember a gimibe. Az egy, az egy komoly, komoly előny ilyenkor, hogy nem kell hajnalban kelni. És mik voltak a céljaid? Mit szer mi szerettél volna lenni? tehát a gimnázium, ugye ott van egy érettségi. Én pilótának készültem, és hát ahogy az akkoriban lenni szokott a 80-as évek végén, a 90-es legelején, én vitorlázni jártam, vitorlázó repülni, természetesen hamisított szülői engedéllyel, tehát anyám még 15 évvel később tudták meg, hogy én egyébként, amikor eltűntem, nem feltétlenül mindig kézilabda voltam. És aztán ott az utolsó orvosinál derült ki, hogy nekem kéne egy szemüveg, és azon én úgy berágtam, még azt is tudom, hogy az egy október 4 nap volt, hogy 5-én úgy ébredtem, hogy jó, akkor rendőr Ez egy ennyire megalapozott döntés volt, és aztán 20 évet rádobtam a rendőrségre. És akkor a érettség után, gimnázium után egyből jött a rendőrtiszti főiskola? Igen, igen, igen. Akkor felvételiztem, előfelvételisek voltunk, ugye egy év katona időt le kellett volna tölteni, de mivel jól állt a BM, nem volt kimenő ruhánk, ezért csak novemberben vonultattak be minket. Tehát én nyolc hónappal ezt megúztam, de akkor nyáron már itt voltunk. Egyébként pont az életvédelmen voltam gyakorlaton, és még a éknél. Hát akkor mindjárt sikerült belekóstolni egy-két érdekes történetbe. Vannak érdekes ügyek, igen. És akkor az RTF után miért jött? Tisztként RTF, végeztél. Így van, tiszként végeztem. Az első feleségemet is ott ismertem meg, és akkor a, az Attila följött tornából ő volt akkor a főkapitány, ugye a BRFK-n is volt ő, Berta Attila. És ő tette egy visszautasíthatatlan ajánlatot, hogyha lemegyünk mind a ketten tolnába, akkor kapunk egy szolgálti lakást. Hát ez természetesen ilyenre nem mond egy házasság előtt álló pár nemet, és akkor így kerültem le tolnába. A gazdaságvédelmen dolgoztam. Így jött Szexárd, ugye? Igen, igen. Szexárdon, a megyei főkapitányságon. Tehát a nem az nem a legideálisabb, hiszen megyén kezdtem, nem pedig városon, már pedig jobb lett volna fordítva. Gazdaságvédelmen dolgoztam egy másfél évet. Utána átkértem magam a vizsgálatra, mert úgy láttam, hogy ott azért sokkal gyorsabban be lehet pótolni azokat a hiányosságokat, amit a városi kapitányságon el nem töltött idő okozott. És aztán bűnügyi osztály, és így ment tovább, ott emberülésekkel foglalkoztunk, fegyveres rablásokkal. Ugye, hogy egy megyei főkapitányságnál azért sűrűben jutsz ilyenekhez, hiszen kevésbé specializálódnak, mint a fővárosban és végül ott voltam a megyei bűnügyi osztálynak a helyettes vezetője, aztán 2007-ben, amikor volt egy sorcsere, akkor kért föl az új kapitány, hogy szexáron a bűnügyi osztályt vegyem át, és ekkor ez, én most is azt mondom, hogy az volt az a legszebb négy év, amikor vezetői támogatás, jó csapat, akiket lehetett hagyni menni, csak nagyon ritkán kellett megrántani egy eplőt. És úgy még kocsink is volt hozzá, még eszközünk is volt, kreativitás is volt, és jöttek is az eredmények. Van olyan ügy, amire szívesen visszaemlékszel, bűnügy, amiben nyomoztál, vizsgálódtál? Hát több ilyen volt. Tehát, Vagy ami úgy jobban megmaradt benned? Volt egyszer, igen, az sajnos nagyon megmaradt, és aztán úgy, úgy tudom, hogy ezt később nem is tudtam volna csinálni. Még én úgy emlékszem, a helyszíni szemlét is én csináltam. Ez egy gyermekgyilkosság volt egy kisebb faluban, egy meglehetősen brutálisan kivitelezett. És aztán a nyomozók, amikor beértek, akkor én kaptam meg gyanúsítotti kihallgatása is az illetőt. És azért az egy nagy tanulópénz volt, hogy a teljes magábaros embert úgy visszapörgetni, hogy egyszer elmondja, és akkor emlékszem, hogy 10-12 oldalt írtam, mire elvitte a bal balhét, és aztán bezárt, soha többet nem mondta el. Tehát ő is, hogy kihozanodott rájött, hogy mit csinált, és utána végzett is magával a börtönben, tehát a második kísérlet az sikerült neki. Tehát mindenki tudta ott is, hogy ő nem fog onnan kijönni, akár mennyit kap, mert, 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 végezni fog magával. A szexádi éveid alatt jelentkeztél a jogra? Ö, igen, hát akkor ez egy bevett dolog volt, szerintem nagyjából ma is ez van. Akkor indult egy olyan képzés a Pécsi Egyetemen, ahol a rendőrtisztin a jogi tárgyakat beszámították, tehát ott mi egy három-három és fél év alatt tudtunk végezni, és akkor ebbe az első év folyamba mindjárt bele is csöppentünk és igen, ez, ez, egy, megint egy érdekes volt, hiszen a rendőrtisztén tudtuk, hogy ha tanul az ember, akkor ott egy kettes biztos, hogy volt, tehát ott soha nem ment arcra. És aztán becsöppen az ember egy egyetemi millióbe, ahol, ahol, nagyon sokan úgy érzik, hogy akkor, akkor erős egy közeg, hogyha dobáljuk az embereket mindenféle mondva csinált okkal. Nem volt szimpatikus, szerettem a Pécsi Egyetemet, de maga ez a mentalitás, ez nekem nem tetszett. És akkor elvégezted a jogot, akkor vissza Szexádra. Így van, így van. Hát eleve Szexádról jártunk uh -huh. át Pécsre, egyetemre, hiszen az volt a... Hát akkor ilyen érdekes volt, ilyen halmozó volt, mert Szegedre is felvételiztem, oda is fölvettek, de hát az ugye 130 km volt, ez meg 50, úgyhogy a, nagyjából ez döntött, hogy nem a Szegedi Tudományi Egyetem lett. Szexárdon mennyi időt szolgáltam. Hát egy olyan 13-14 évet biztos, hogy ott lehúztam, sőt lehet, hogy van az 15 is, ez igazából sose számoltam így össze. És aztán 11-ben jött egy ilyen felkérés a Fülöp Waltertól, aki akkor itt a Budapesti Főkapitány bűnügyi helyettese volt, hogy vannak üresedések. Előtte én kerestem meg egyébként a Waltert, hogy lehet, hogy én mozdulnék Budapest felé. Volt kettőtök között azért már korábbi ismerettség. Persze, is egy, egy jártunk a rendőrtisztin is, jogon is, tehát ismertük egymást és euh, akkor, hát az meglepett azért, mert elég nagyot kaptam elsőre is, hiszen euh, zuglót a 14. kerületi kapitányságot, azért egy Kijánál, vidékről kérdő. följött sötétló lósrácnak mindjárt az egyik keményet odaadni, ezt én azt hittem, hogy majd valahol a város szélén megnézik, hogy egyáltalán mit tud ez az ember de aztán ez nagyon-nagyon csúnyán mély víz volt, hiszen akkor még magyar gárda tüntetések, ugye mai napig is mindenki a hősök terén óhajt mindenféle rendezvényt csinálni, a koncertektől a tömegdemonstrációkig, ugye a Puskás stadion, az aréna, meg azért akkor 130 ezer lakosa volt zuglónak, meg egy 250 fős kapitánysága, most nem tudom már, hogy mekkorák a létszámok, de nem kis feladat volt. De úgy érzem meg, ahogy utánat kutakodtam egy kicsit, hogy te szereted a kihívásokat. Hát nekem erről szól az életem, tehát amikor már nyugi lenne, akkor mindig váltok, és általában most hát tényleg így visszanéz a pályáját, általában ilyen három-négy évente, én mindig arrébb is megyek egy területtel. Ugye akkor is így volt, hiszen amikor leszereltem a kapitány vezetői pozícióból, akkor a városi. Akkor e... Zuglóba voltál egy-egy, három-négy évet? Nem, Zuglóba két, két évet, évet voltam, kapitány. És, és... hogy érezted magad, kapitány? Az már nem az én világom volt. Tehát egy kapitányi munkának már nagy... túlnyomó része az adminisztráció. És azért én még bűnügyi vezetőkoromban is szerettem kerítéseken átugrálni, bilincselni, aztán a kapitányom egyszer leültetett, hogy ezt nagyon nem kéne, mert akkor neki kell kivizsgálni ezeket, és a másodfok már a megye és hát akkor ezt megértettem, tehát erről leszoktam, de... De volt a Nem lehetett. Nem volt a A, a meg, volt, meg volt, csak a lehetőség nem volt. Az. Zsarú, vagy pontosan tudod, hogy mi ebbe a melóba az izgalmas, meg a jó. Na, egy kapitány már nem azt csinálja. És ráadásul nekem túl macs volt az, hogy állandóan ellenőrizni a saját embereimet. Én azt mondom, erre van 8-10 szervezet szerte az országban. És persze, hogy ránézel a körmükre, de nem nem azért jöttem én zsarónak, hogy zsarukra vadásszak. És akkor jött a leszerelés, hoztál egy ilyen döntést? Így van, ez igen. lelkileg hogy viselt meg? Sem ennyire. Sőt, én ezt kicsit azt mondom, ez olyan talán, mint a vállás, hogy amikor túl van rajt az ember, akkor rájön, hogy ez sokkal korábban kellett volna. Én azon kaptam magam, hogy a leszerelés másnapján elautóztam a kapitányság előtt, és 300 méterre később jutott eszembe, hogy nem néztem rá az épületre. Tehát valószínűleg ez sokkal korábban datálódik. Alapvetően én azt mondom, hogy én az embereket bírtam, és mindenhol vannak csibészek, de őket is kordába lehet tartani. Mindenhol vannak stréberek, mindenhol vannak eminensek, mindenhol vannak megúszósak. Nem csak a rendőrségen, ez más munkahelyeken is így van. Hát ezt a csapatot kell valahogy úgy terelgetni, hogy azért valami hatékonyság kijöjjön belőle. Aztán jött a civil szféra. A szféra, igen, hát először félig önkormányzat. Így van, a vagyonkezelőhöz hívott, tehát az igazgató helyettesnek a polgármester. De hát Magyarországon élünk, azért én ezt tudtam, hogy az még két és fél év van a választásokig, tehát addig érdemes egy ilyennel számolni, utána meg ki tudja, hiszen újra osztják a lapokat. Én akkor elmentem egy harmadik diplomára, a Szent Istvánon szereztem egy felszámolási és vagyonfelügyeleti specialista végzettséget. És amikor valóban választások, polgármestercsere, és akkor így éreztük, hogy nem fogunk mi jól kijönni egymással, és akkor én megbeszéltem a mostani főpolgármesterrel, hogy váljunk el békében. És ez így is történt egyébként, tehát nem tudok semmi rosszat mondani. És talán két nappal később már egy teljesen más területen voltam, akkor lettem felszámoló biztos egy három évre ezzel az újabb diplomámmal és akkor utána az azért a biológiai kopásban eléggé duplán vagy triplán számított az a meló, még a rendőrihez képest is. És akkor egy két év ilyen kicsit pihenősebb következett, amikor egy informatikai céget vittem egy vidéki nagyvárosban, egy üzleti tanácsadót itt Pesten egy ideig, és aztán 19 nyarán jött egy felkérés, ami egy elég nagy falat volt. A takarékbankban akkor egyesült a 11 megmaradt takarékszövetkezet, és ez majdnem 2000 ingatlant, egy 36-40 milliárdos értékű ingatlan portfóliót hozott össze. És akkor kaptam ott a bankvezetéstől azt a feladatot, hogy a nullából gyakorlatilag építsek föl két céget, az egyik az ingatlanokat megtartja és üzemelteti, a másik meg a már nem kellő ingatlanokat értékesíti. És gyakorlatilag az elmúlt három évem az ezzel ment, ugye közben már a Takarékbank is egyesül a MKB-vel és a BB-vel, tehát ott is egy fúziós folyamatba kellett belefolyni. És ezt itt most március 1-én adtam át az utódomnak, hogy akkor innentől lehet folytatni. De tévéztél is. Persze, persze. Sok, sok év után én ott figyeltem fel rád újból. Mert... Igen, az Echo TV-nek volt egy sorozata, az újranyitott akták, amikor Onnan jött az ötlet, amit mondtam akkori a tévévezetésnek, hogy nagyon sokan megállítanak, mint volt Zsarut, hogy mi lett azzal az ügyjel. És mondom, akkor ez valószínűleg érdekli az embereket. És úgy volt, hogy hát forgassunk le egy nyolc részes pilotot, meglátjuk, hogy mennyire veszik, és ez olyan jól sikerült, hogy már az ötödiknél szóltak, hogy nem nyolc rész kell, hanem kell a 16-os, tehát végig a tavaszi szezonba, és akkor végül is három évadot forgattunk az újraintott aktákból, ugye olyan bűnügyeket néztünk meg, amik ismertek voltak Magyarországon, és annak jártunk egy kicsit utána, hogy mi lett utána az elkövetővel, milyen büntetést kapott, vagy a túlélő családtagok hogyan dolgozták fel az eseményeket. És hívtál szakértőket is volt Hogy benne. Ne. Pszichológus volt benne. Pszichológus, ügyvéd. ügyvéd, régi nyomozó, tehát Kovács Lajosék többször ö, adtak nekünk interjút, vagy szóltak hozzá. Kitanics már barátom, aki egy nagyon jó kriminálpszichológus, szintén állandó résztvevőnk volt, vagy a Bérdi Zsolti, aki ugye ügyvéd, és azt az oldalát világította meg a kérdésnek. Ez egy nagyon izgalmas terület volt belekóstolni egy ilyen dokumentumfilm készítésbe, Hozzátéve, hogy azért én tudtam a helyemet, tehát ott azért a profik rakták ezt össze, én segítettem az aratgyűjtésben, felkonf, lekonf, nagyjából ennyi volt a dolgom. Nagyon profin csináltad. Hát nem tudom, ezt, ezt megítéli <laughs> majd a szakma. Egy biztos, hogy ugye a hírtévé vitte tovább ezt az archívumot, és a mai napig sokszor szembe jövök magamnak, amikor kapcsolgatok, mert ezt az 56 részt folyamatosan ismétlik. Szerencsére az, és ez a szerencse, hogy abban maradt a sorozat, és kifogytunk azokból az ügyekből, amiket föl lehetett volna dolgozni, hiszen szóval vagy nagyon régen voltak, és nem volt vágóképi anyag hozzá. Az elmúlt húsz évből megkiveséztünk mindent, ami annyira izgalmas és ismert volt, hogy érdekelhette az embereket, hogy mi történik. A változatosság is mozgat téged, azt látom. És hogy jött ehhez az egészhez az írás? Mert ugye hogy mondjuk a nézőknek és a hallgatóknak, hogy te könyveket írsz, nem is keveset írtál. Hát nem, most már 30 éves korom óta írok, tehát most már lassan 20 éve. Ö, hát ez nehéz összeszámolni, mert. Én édesanyádnál édes kapásból 25 kötetet számoltam össze. Szerintem neki van az országban egyedül teljes sorozata, egy teljes vitrin. Az biztos, hogy. Kicsit kusza ez a bibliográfia, hiszen több olyan könyv van, amit átcímeztünk, amikor kiadóváltás történt, vagy a végártam az szinte az összes nagy kiadót, aki szórakoztató könyveket ad ki. Illetőleg több újrakiadás is volt, változtak a borítók. Én, ahogy számolom, kb. 17 17 krimi jelent meg eddig, és akkor idén jön ki, most egy jó hónap múlva a vakond a 18 és ö, év végére, októberre pedig egy társszerzős történetben a akkor az a 19. lesz, tehát karácsonyra is lesz kint könyv. És honnan jött a, vénő, a írói véna? Hát Anyukád azt mondja, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy a családban nem volt olyan, aki írogatott volna. Te voltál egyedül az, aki általános iskolában anyák napjára verset írt neki saját kútfőből, úgyhogy erre is nagyon büszke volt. Hát édesanyámnak vannak olyan történetei, amikre én nem emlékszem, de attól ez, ez még nem kizárt, hogy így történt. A lényeg az, hogy én ilyen 30 éves korom környékén találtam azt ki, hogy kéne írni egy regényt. Egyszerűen az érdekelt, hogy le tud-e kötni egy ilyen szerves organizmus, mint egy regény a megtervezéstől a megírásig, akkor ezért még ez majd egy évet vett nekem igénybe, hiszen nagyon sok adatgyűjtést akkor még csak könyvtárban lehetett megcsinálni, hiszen nem igen volt internet. És aztán ez a fióknak készült, megírtam a másodikat is, és akkor jutott eszembe, mondom hát akár el is lehetne küldeni, és akkor szerencsém volt, mert az első merítésből meg is vette a Beholder, ugye ők voltak az első kiadóim. Aztán ott a, valószínűleg az aladási számok alapján akkor átvett az Alexandra, akkor ők voltak a legnagyobbak, és hát utána jött az az éra, amikor Pesten már saját néven jelentek meg a könyvek, ez, a, ez az Ulpius kiadónál volt, 6 vagy 8 kiadás is történt addig, amíg a az Ulpius meg nem szűnt, és akkor ott az az istáló, hogy összejöttünk, a Frey Tamás volt Lakatos Levente, Csabai Márk, Fábián Janka, tehát elég nagy nevek voltak az Ulpiusnál, ők úgy szétmentek, tehát a többi kiadó az csemegézett a felszabaduló írók közül. Én akkor mentem át a könyvmóly képzőhöz, és most meg a művelt nép a kiadóm. És ezek a könyvek miről szólnak? Ezek bűnügyi? könyvek? É, én mindig arra uh, vigyázok, hogy ne nagyon legyen olyan kiismerhető stílusom. Én sok íróval jártam, úgyhogy olvastam egyet, tetszett, elolvastam még két könyvét, és soha többé semmit meg kiismertem a logikáját, meg azt a sémát, amit alkalmaz. Én igyekszem mindig más írni. És azért, mert én azért írok, mert magamat akarom szórakoztatni. Hogyha a végtermék esetleg tetszik az olvasónak, és elolvassák, akkor az bónusz, de egyébként én akarok jól szórakozni addig, amíg írok. És ezeknek a könyveknek mi a rétiféle védjegye? Hát ezt én így nem tudnám, én azt mondom, én a hitelességre törekszem maximálisan. Aztán érdekes, hogy azért vannak benne hibák. Tehát igyekszem mindennek utána járni, de most például egy krimíró kurzust tartottam a múlt hónapban, és ott kapásból négy hibát elmondtak az a 25-26 hallgató, akinek ugye például az az egyik házi feladat, hogy egy könyvet olvassanak el, mert utána annak a szerkezetén tudtam bemutatni, hogy mi hogyan kapcsolódik egymáshoz. Én ebbe azért egy kicsit utána olvastam, van ebbe azért több is. Én azt úgy tudom rólad, hogy te megnézed a helyszíneket is. Tehát, hogy az utca egyirányú, nem egyirányú, hol játszódik maga a történet, ha van rá lehetőség, elismész és vizuálisan is áttekinted magát az egész helyszínt. Ez nekem a... nagyon fontos a hit. Hogy készülsz te egy könyv megírásán? Így így. Tehát most már gyakorlatilag az elmúlt 8-10 évben el is utazom azokra a helyszínekre éppen nem Magyarországon ö, játszódik a sztori, és azért nekem a legalább a kétharmada az nem Magyarországon játszódik ezeknek a könyveknek. Uh, ami meg itthon, az meg evidens, hogy azt útba ejtem előbb-utóbb. Tehát én, én szeretem a városlátogatásokat, a családi nyaralásokat is úgy tervezni, hogy én az nekem azért nem valami most olyan destináció legyen, ahol azért én tudok profitálni is ebből. De ugyanez, hogyha autóról írok, akkor igyekszem megnézni, körbejárni, ne Isten vezetni, fegyverekkel ugyanez, ami most jó, egy váról indítható rakétát, most nem fog becsattogni a szólnokon a laktanyába, de ami csak elérhető, az, azt próbálom kézbe venni, mert egészen más leírni azt, amit fogtál. A, a színek, az érzés, a szagok. Tehát mind az öt érzékszervre próbálok hatni, amikor írok. És ahogy látom, ezt szerencsére egyre többen próbálják így alkalmazni. Tehát amikor egy Kandahári bazárról írok, akkor, a, a, akkor ott az illatok felsorolása, a, a fasén, a, az ürülék adott esetben, a szantálfa, a fűszerek, amiket árulnak. Amikor ezt olvassa valaki, akkor ez olyan ősi Szinten. ösztönöket hív elő, hogy. Érzi. sok bele Igen, 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 igen. Tehát ö, érdemes használni. Idéznék ide egy ö, olvasód, amit róla írt. A krimi és a humor koronázatlan királya. Ki ismerhetné jobban ezt a műfajt, mint aki maga is benne van. A történetei hitelesek, hisz rendőrként tudja, hogy miről beszél. A könyvei izgalmasak, a karakterek szintúgy, a humora pedig brilliáns. Jó, hát ez azért egy kicsit hájpolós volt, tehát azért nem vagyok én ilyen tökéletes, és a, már azt sem merem mondani, mert ugye tíz éve eljöttem a rendőrségről, tehát magammal szemben legalább lássam be, hogy valószínűleg már nagyon sok olyan módszer van, ami egészen máshogy zajlik és most nem a büntető eljárás a lényeg ebbe, mert az úgyse érdekli az olvasót. Nyilván egy kihallgatásban nagy változások nincsenek, egy szemlében nincsenek, de azért a nyomkutatás az rohamléptekkel fejlődik, és ami az én időmben még nem, az most már bőven túl lehet rajta. Úgyhogy azt szoktam mondani, mert sokan megkeresnek írók is e-mailben, vagy telefonon, hogy segítsek már megnézni. Most is két olyan könyv van nálam, amit megígértem, hogy elolvasok, és visszajelzek, hogy stimmel, nem stimmel. És van, amit öt oldal után mondom, hogy az hogy így nem működhet. Tehát ezt, ezt, ezt kár volt megírni. Mennyi idő alatt írsz meg egy könyvet? Hát én nagyon gyorsan. Vagy vannak ott még stádiumok, hogy? Ez úgy írok néz három napot, és akkor egy hét szünet, és Á, akkor megilleülök, vagy nem, hogy működik nem. Ez, ez? úgy ez néz ki, hogy folyamatosan van egy 6-8 megnyitott mappám a számítógépen, 6-8 ötlettel, és akkor mindig, amikor rám jön, hogy most már írni kéne valamit, akkor megnézem, hogy mihez van éppen kedvem. Akkor ahhoz jön egy anyaggyűjtési fázis, ez azért sokszor hónapokat vesz igénybe, hozzátéve, hogy mindegyik mappához menet közben is gyűjtögetek, tehát ha valahol rászaladok, belerakom, majd jó lesz valamikor tehát ez a része azért már kezd le szűkülni. Ezt követi az, hogy én Excelbe tervezem meg a könyveimet, tehát ezt tudom, hogy nem egy művészi dolog, de szerintem már lejött, hogy én nem művész vagyok, tehát ez, ez... kézzel lábbal tiltakozok ellene, hogy művészettel engem vádoljon bárki is. Tehát én egy Excelbe tűpontosan oldalra megtervezem, hogy hogy néz ki az a regény, hol vannak a húkok, amit megint csak pontosan tudja a pszichológia, hogy mennyit olvas el egy felnőtt ember, amikor fáradnak, akkor nekem oda kell tenni valamit, ami visszarántja a következő etapba, és így tovább. Ezt én Excel-be tervezem meg. És ha megvan az Excel, abból nagyjából már 6-8 hét alatt megírok egy ilyen könyvet, úgyhogy napi 2-3 óránál én nem írok többet, mert se időm, se kedvem hozzá, tehát csak egy hobbiról beszélünk. Ö, meséltél a Vakon című könyvről, ami mm -hmm. most jön ki tudom, nem ildomos de egy-két-három mondatot lehet róla beszélni? Hogy ez... Hát ez egy kikövetelt könyv, ugye nekem az egyik első könyvem idén 15 éves, tehát valószínűleg egyébként tervezek is egy ilyen jubileumi dísz kiadást belőle, ezt most már a saját kiadóval, tehát úgy értem, hogy a saját kiadómmal, nem egy másikkal, és az, az, az egy nagyon jó kis sztori volt, egy megtörtént gyilkosságon alapult, az USA-ba helyeztem, és az a Cameron Larkin nevű nyomozó, aki ott a főszereplő volt, az ilyen önálló életre kelt egy kicsit, mert a szokásos, cinikus, alkoholista figurát hozta, viszont ő gyáva is, és önkritikus. Ez azért hozott a humorával együtt egy olyan új szint, hogy elkezdték kérni. Tehát akár merre jártam, mindig fölmerült, hogy lesz-e másik. És akkor végül is így született meg a először hason más, most polip néven vagy címen kapható a második része. Azért ez hosszú időt vett a 80 oldalt megírtam belőle, aztán 5 évig semmit, és akkor utána megint gyorsan alakult. És akkor azt hittem, hogy végeztem végre lárkinnal, de nem, akkor kikövetelték a pandát, és ez, az már nekem nagyon, nagyon nem szeretem volt, nehezen ugrottam neki. Én nagyon tartok attól, ugye mindig mást szeretek írni, más szemszögből, más korokban. Szóval tartok attól, ahogy látom más íróknál is, hogy bizonyos szereplők el tudnak kopni, klisésé válnak. Én ezt nagyon el akartam kerülni, de most a negyedikre meg a kiadó ö, beszélt rá, és hát látszik, hogy két éve fönt van előrendelésben, tehát közben megírtam két másik könyvet, mert azok jobban érdekeltek. De oké, okay, a vakond megszületett. Most már nagyon-nagyon most már biztos vagyok benne, hogy ötödik nem lesz a Larkinból, de majd elhozza az élet. A könyveinek mennyi a valóságtartalma? Hát a sztoriknak nem sok. Van egyébként olyan, ami mondom megtörtént eseten alapul, például a vérvonalat hoznám föl, ami a móri bankrablásnak a, a, a sztorián alapul, annyiból, hogy az a kérdés izgatott, hogy miért tölnek meg nyolc embert ennyire értelmetlenül. És ennek akkor már nyilván krimi szemszögből lehet egy valamilyen indítékot kreálni és a fölé fölépíteni egy történetet. Tehát általában minden történet leírható ám egyetlen egy mondatban. Ugye Woody e, tulajdonítják, hogy elolvasta a háború és békét oroszokról szól. És úgy szoktunk rajta mosolyogni, de tényleg oroszokról szól, mert alapvetően az orosz lelket próbálja meg, megmutatni. És a könyveidben sz ö, lévő szereplők, azok? E, tulajdonságot gyűjtök, soha nem konkrét embert, nem akarok egyrészt senkit megbántani. Másrészt sokkal izgalmasabb karaktereket lehet összegyúrni sok esetben ö, olyan momentumokból, gesztusokból, kiszólásokból. Tehát például a, a Larkin sorozat egyik fő szereplője a Polip nevű informátor. Tehát neki van egy ilyen állandó visszatérő kiszólás, hogy ez aztán a pepperoni. Ezt nem tudsz kitalálni, ezt gyűjtöttem. Tehát egyszer valakivel ültem szembe, és a beszélgetés egy váratlan pillanatában ezt így benyögte mi eldöltünk akkor néhány kollégával ott a vigyorgástól, de aztán ezt tudtam, hogy ezt valahol még fel fogom használni. És a könyveid azt hol lehet megvásárolni? Hát gyakorlatilag bárhol. Most azért Magyarországon van egy ilyen fura policy bizonyos nagy láncoknál, hogy azokat hagyják kint a boltokban, amik hat hónapon belül jelentek meg. Na most ez eléggé átrendezi, ahogy látom a piacot, hiszen több olyan íróval beszélek, aki mondja, hogy ez nagyon nem jó. És én is érzem az eladásokon, hogy ez nekünk nagyon nem jó, hiszen azért az olvasók közönség nagyon nagy része azért az idősebb korosztályokból kerül ki, és hiába érhetőek el ezek a regények neten, de gyakorlatilag ők nem fognak fölmenni és netes vásárlásokat meg házhoz szállítást kérni. Az a generáció esik így ki ezekből a storikból, akik bejárnak a könyvesboltba. És akkor például csak egy nüansz, hogy innentől okafogyott az, hogy egy a sorozatok egyforma vagy típus azonos borítóval jelenjenek meg, hiszen úgyse lesznek kint egymás mellett. Úgyhogy fura irányzatok ezek. És most mivel foglalkozom, mit csinálsz? Hát most egy ingatlanüzemeltető céget rakok össze éppen az egyik nagy budapesti egyetemnek, illetőleg most hirtelen nagyon sok filmes munka köszöntött be, most éppen az egyik nagy streaming szolgáltató vet meg egy sorozatot, ez egy négy részes minisorozat lesz, 4 45 perc, ezt úgy néz ki, egy-két héten belül kezdjük is forgatni. És ennek a... Abba te írsz, vagy... Igen, itt forgatókönyvíró vagyok, de van olyan, ahol koproducerként kell majd beszállni, sőt lehet, hogy ebbe a sorozatba is. Ez is ilyen bűnügyi történetek? Ezek a Hát történetek? ezt egy misztikus thrillernek tudnám mondani. Ez megint egy kicsit új, ilyet még nem csináltam. De hát ugye a film olyan, hogy olyat kell csinálni, amit, amit vesznek, és erre van most kereslet. Itt kaptam egy alapötletet és egy alapforgatókönyvet, az még egy 90 perces film volt, és a brainstormingok alatt alakult ki, hogy legyen inkább sorozat. Megint csak a sorozatok korszakát éljük, és akkor ezt kellett felfejleszteni, magyarul teljesen újraírni szinte az egészet. Aztán van olyan, ahol már kész filmet vettünk meg, mondjuk, ami egy bizonyos ok miatt nem kerülhetett a például a Covid miatt időben moziba, de közben eltelt három év, tehát ehhez is hozzá kell esetleg nyúlni. És azért fogalmazok óvatosan, mert ez nyilván a marketinget azt majd intézik a, a srácok a filmes grupnál. Illetőleg az Európa falak mögött című regényemet opciózták le megfilmesítésre, itt pedig egy olasz partner van a célkereszben, akivel azok a filmesek, akikkel együtt évtizedes kooperációban vannak, úgyhogy könnyen lehet, hogy ebből meg egy koprodukciós sorozat lesz. Szuper. Család? Megvannak, hát mi mozaik család vagyunk, sokan vagyunk, és annyira azért nem vészes, hogy nálunk öt gyerek van összesen két alomból, négy velünk is él. Most ezt tudom, hogy ez nagyon soknak tűnik, de ahogy szoktam mondani, hogy ha tele a hűtő és működik a router, akkor nem nagyon látjuk őket. Meg hát most már a legnagyobb az 24, a legkisebb is 15 lesz nagyon hamarosan, tehát mindenki éli az életét, és akkor néha összefutunk, akkor elmondják, aztán mennek a dolgukra tovább. Tudom, hogy két lányod van. A... Így van, két aki... lányom, két nevelt fiam és még egy nevelt lányom. A lányok közül, aki esetleg írói vénával nem, meg. Nem, senki Senki. Én örülnék ha olvasói vénával <gül> <gül> lennének megáldva, de én, ahogy látom, ezek a korosztályok már nem igazán olvasnak. Tehát írni is most már filmes módon kell, tehát nagyon képszerűen és nagyon pörgősen. Hobbit? Hát hobbim, ez a, hobbim. a modellek? Modellekkel is, igen, hát a modellek, ugye én repülő modelleket, a ketteket pontosabban, ma ketteket építettem, aztán ezt, amikor a nagyobbik lányom volt két éves, és egy kabintetőt kerestem kétséveset, hogy hova lett majd láttam, hogy a szájában forgatja, akkor döntöttem úgy, hogy ezt a hobbit egy tíz kötőjel húsz évre fölfüggesztjük, <kül> és most egy évvel ezelőtt indult be újra, csak most tankokat építek, második világháborús tankokat, mert annyi marha sok időm van. Ráadásul abból is a legkisebbet, a 72-es méret ez tehát egy ilyen gyufás doboz méretűeket képzelj el. Könnyebben uh, elférnek. Így van, ez az oka egyébként. Tehát egy 48-as repülőmodell az 50 centi volt, azért abból olyan túl sokat nem lehet elrakni egy lakásban. Ezekből a gyufás azért elfér egy-egy kis vitrinbe bőven. És akkor ezt mikor csinálod? Hát én nem nagyon... Annyi, nem mindenről nem meséltél. Nem nagyon alszom, tehát azért e, írni is úgy szoktam, hogy rájöttem, hogy nem jó este írni például, mert úgy fölpörgeti az agyat, ha mondjuk éjfélig írok, hogy még két órát nem tudok elaludni. Tehát átszoktam arra, hogyha mondjuk közeleg a határidő, akkor mondjuk fölkelek reggel négykor, ami egyébként amúgy is ébredek három-négy körül, és akkor mit tudom, én hétig írok, akkor indul az élet, indul a család, elmegyek, megcsinálom a melómat, és akkor délután még hova kérdezem, akkor előveszem a laptopot, ha nem, akkor, akkor meg valami más hobbi, vagy a család. Tehát akkor a maket, meg, meg mondjuk az írás az, ami mondjuk kikapcsol, meg az utazás? Hát igen, igen, igen. Hát a legjobban a síelés kapcsolja ki az ember, csak hát ugye meglehetősen limitált a magyar sípájáknak a száma, tehát mondjuk egy évet talán kétszer egy rövidebbre, meg egy hosszabbra ki menni. Na arra mondom, hogy az egy olyan, ami abszolút ott, ott, nem tudsz másra figyelni, csak arra, hogy életbe maradj, mire leérsz. <laughs> a jelenlegi feleségedő a gimnáziumi Évfolyam, évfolyam -társai voltam, társai hát volt. Meg a legjobb barátom volt 14 éves korom óta. Úgyhogy aztán, amikor egy 40 éves korunkban végül is össze is kötöttük az életünket, hát nem nagyon volt titok már előttünk, mert az egy jó baráttal, sokkal többet megoszt az ember, mint egy potenciális feleség jelölt el. Úgyhogy, úgyhogy nem nagyon kellett már akkor színezni, tehát elég jól ismertük egymást 25 év ismerettséggel. Adáson kívül mondtad, hogy közösen részt vett, részt egy projektben is, ahol ő ő, ő, nagyon sok, ő nagyon sok mindenben tud nekem segíteni, tehát a, a magyar íróképzőnek a fölkérésében csináltam ő, Krimíró kurzust, ahol átadtam neki egy fél napot, ahol az emberi játszmákról csinál egy tréninget, ami nekünk, az írónak meg azért érdekes, mert ez alapján lehet nagyon jó, jó párbeszédeket írni és most ugyanígy belefolyik a filmes történetekbe is, tehát jön velem, átnézi a párbeszédeket, és azt veszem észre, hogy én megírom lendületből, és meg azt mondja, hogy az a két mondat. És ha kiveszük, vagy átírom, akkor tök igaza van, tényleg jobb. Hát látszik köszönöm szépen, hogy én köszönöm voltál a, műsorunkba. Sok sikert a jövőre nézve, írói munkásságot hoz. Nézőinknek köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Olvassanak sok Réti László könyvet. Jövő hét csütörtökön újra találkozunk, vigyázzanak magukra, viszont hallásra, viszont látásra.